ha van egy vágyad, és mondjuk most gondolja a legnagyobb álmodra, amit szeretné, ez lehet egy utazás, lehet az, hogy karriert váltasz, lehet az, hogy belefogsz egy vállalkozásba, mi az, ami visszafog téged? Mi az a, az a gondolat a fejedben, ami visszafog abban, hogy megtedd az akár az első lépést? Ezt tedd fel magadnak ezt a kérdést, és így írjad le. Na hát sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Ez a találkozó is összeért végül, már majdnem lemondtuk, de kicsit a hangomon hallhatjátok, hogy azért nem vagyok 100%-os állapotban, de pont azt beszéltük, hogy a sebesség az 100-szor fontosabb, mint a tökéletesség. Úgyhogy a mai vendégem Marton Gábor, szia, üdvözöllek! Szia! Köszönöm, hogy itt lehetek. És amit érdemes tudnotok, hogy személyesen ez az első találkozónk, de mondhatjuk azt, hogy már ismerjük egymást elég jól, ugyanis már hát még 2-3 hónapja. Levelezünk, többször beszéltünk, FaceTime-on is, és végre eljött. Igen, és Kardos Bálintnak köszönhetjük, hogy összejött a dolog. Szia Bálint! Szia Bálint, ebből is látszik, hogy a networknek mekkora ereje van. A networking ereje. És ugye az egyik oka annak, hogy ez kicsit nehézkesen vagy lassabban jött össze, ugye, hogy volt egy 7-hetes kényszer szüneted. Így van. És akár kezdhetjük ezzel is, hogy hogy élted meg milyen a bezártság, amikor az ember mozgékony életet él, és hirtelen azt mondják, hogy állj meg. Volt egy térsérülésem 8 évvel ezelőtt, egy foci balesetem volt, és akkor úgy tűnt, hogy nem kell megműteni a térdemet, de aztán végül sajnos most 8 év elteltével újból kiújultak ezek a problémák, és nem volt már mit tenni, meg kellett műteni. Mm. Ugye ez azzal járt, hogy körülbelül 3-4 hétig nem tudtam csak mankóval járni, és nem is tudtam terhelni a műtött lábamat, aha, és szüleimnél töltöttem ezt a 3-4 hetet. Aminek persze nagyon hálás vagyok, mert hogy... Na jó kiszolgálás. Igen, minden megvolt, aminek meg kellett lennie. Tehát tényleg néha az elején ágyba kaptam a reggelit, az ebédet, a vacsorát, tehát tényleg nagyon-nagyon gondoskodtak rólam. De azért nyilvánvalóan ezt így megélni úgy, hogy mellette nagyon aktívan sportoltam, konditerem, heti 2-3-szor, futás, és én imádom a nyári sportokat, szeretek néha wakeboardozni, tehát hogy sok olyan dolog most így kimaradt a nyáron, ami egyébként benne szokott lenni. És a másik viszont szerintem néha az élet dob ilyen lehetőségeket, és ezt ilyen lehetőségnek kezdtem el fölfogni, hogy van akkor most, hogyha tényleg arra van szükségem, hogy csak pihenjek és picit így reflektáljak, vagy így végig gondoljam az életemet, hogy hogyan halad, mit szeretnék létrehozni a következő időszakban, és hogy felhasználjam ezt a kapott szabadidőt arra, hogy valamit ebből ki tudjak hozni. Hát és azon, hogy ez a hozzáállás ugye nem véletlen, tehát a szakmádból kifolyólag ugye nem véletlen, hogy így állsz hozzá a dolgokhoz. Annak a pár embernek, aki nem ismer téged, mutatkozz be kérlek, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, és hogy jött ez neked, mi a rövid szakmai utad. Oké. Henkelnél kezdtem Düsseldorfban, meg kint tanultam Németországban, itt kaptam ezt a lehetőséget, ott fél évig dolgoztam, ott hazajöttem, majd egy állami banknál dolgoztam 4 évet, és aztán pedig egy nemzetközi nagy banknál dolgoztam 6 éven keresztül, különböző pozícióban. Ebben is hasonlóak vagyunk. Igen, ebben is a banki multi, teljesen, mint a Iker testvérek lennénk. Tehát multi háttérrel jöttem, és nagyon-nagyon élveztem azokat az eltöltött jó pár évet. És aztán úgy alakult, hogy ezt már 8 éve kezdtem el foglalkozni coachinggal, tréningekkel, de ezt megelőzte egy nagyon fontos döntés, amikor még 17-18 éves voltam. Akkor egy nagyon befelé forduló, mondjuk hogy srác voltam, nem igazán voltak barátaim, nem igazán találtam a helyemet a világba. Persze jó tanultam, meg fontos volt, hogy a szülőknek így megfeleljek, de hogy nem éreztem azt, hogy most jó irányba haladna így az életem. Nem éreztem azt a belső szabadságot, amit úgy éreztem, hogy egyébként nagyon sok ember megtapasztalja. És Karinkám adott nekem egy könyvet, nem tudom, ismered, de a Dale Carnegie Siker Kalauz 1, ugye, hogyan szerezzünk barátokat. És azt a könyvet elkezdtem olvasni, és az elindított engem az önfejlesztés irányába. Tehát nekem ez volt egy ilyen, mondjuk úgy, egy igazság pillanata az életemben, amikor ezt a könyvet elkezdtem olvasni. És ez vezetett az egyik könyvtől a másik könyvig, és egy kb. 20-as éveim közepére már nagyon sok tréningre elmentem, Tony Robbins-tól kezdve, T. Harv Eker-nek a tréningjeire. Tehát ez a világot bejártam a tréningek kapcsán, és akkor jöttem rá arra, hogy ezt én mennyire szeretem csinálni, mennyire szeretek emberek életéhez hozzájárulni, és hogy nekem is mennyi sejtetek ezek a tréningek abban, hogy ott vagyok most, ahol amit el se tudtam volna képzelni előtte. És ekkor kezdtem először férfiakkal foglalkozni,
hogy magabiztosabbak legyenek, bátrak legyenek, felmerik magukat vállalni, meg tudjanak ismerkedni azokkal a nőkkel, akikre igazán vágynak, és nekem ez egy óriási kaland volt. Nagyon sok jó barátom lett ebből a körből, akik szintén hasonló dolgokkal foglalkoztak, akiken a mai napig nagyon-nagyon jó barátaim, hanem a legjobb barátaim. És körülbelül 3-4 évvel ezelőtt fordult meg fejembe az a gondolat, hogy ez így mind tök jó, meg ezt nagyon szeretem ezt csinálni, de mi lenne, ha kipróbálnám magamat mondjuk más területeken is, a coachingnak más területein is. És akkor kezdtem el a csúcs teljesítmény coaching irányába kacsingatni. Az nagyjából annyit jelent, hogy azzal foglalkozunk, hogy szerintem minden embernek vannak vágyai, minden embernek vannak céljai. De nagyon sokszor nem merünk egy nagyban gondolkozni, nem merünk abban gondolkozni, hogy lehet egy másik út is, vagy lehet egy a megszokóktól eltérő útvonal ahhoz, amit valójában szeretnénk. És nagyon sok ember, én azt vettem észre, hogy nem merte kimondani az igazi vágyait, nem merte azt fölvállalni, hogy ő mondjuk, nem is tudom, csak beutazná a Földet. Mert hogy abból indult, hogy hú, arra az már nem lehetséges. A társadalmi elvárások meg esetleg. Pontosan, hogy nem hagyhatom ott az állásomat, nem tehetem meg ezeket a dolgokat. És engem ez nagyon kíváncsivá tett magammal kapcsolatban, és már én is nagyon sokáig így korlátoztam magamat. De hogy nekem ez volt mindig is a vágyam, hogy na akkor hogy lehet az emberekből tényleg kihozni azt, ami bennük van, azt az összes lehetőséget, azt a mondjuk úgy, hogy korlátlan lehetőséget, és most nem valami spirituális dolgot akarok ebből az egészből kihozni, de hogy ha végigondoljuk az életünket, hány olyan dolgot tettünk meg, szerintem ugyanúgy te is, ahogy ugye te is kiléptél, aztán akkor visszamentél, vissza megint kiléptél, tehát hogy olyan sok lehetőség van mindenkiben, amit én, ha szenvedélyemnek mondhatom, akkor ez az. Szóval, hogy összefoglalva ugye, mivel foglalkozok, én abban azzal foglalkozom, hogy segítsük az embereknek kihozni a bennük lévő lehetőséget. Az hívom csúcs teljesítménynek, mert néhány speciális, néhány, mondjuk úgy, hogy fókuszált területtel foglalkozunk. Az egyik az energiamenedzsment, másik a fókuszuk, harmadik pedig a, mondjuk úgy, hogy a bizalom. A bizalom önmagukban, az életben és abban, hogy képesek létrehozni a dolgokat, amik eddiget nem hoztak létre. Volt egy nagyon jó kis témánk, mielőtt elkezdtük ezt a videót felvenni, hogy az emberek mitől félnek. Aha. És hogyha erre hozok példát, mert annyira látom ezt tényleg a mindennapokban, és annyira igaz, hogyha azt megosztod a hallgatókkal, az egy nagyon-nagyon jó összefoglaló csoportosító volt. Akkor inkább visszakérdeznék a hallgatóknak, vagy a nézőknek, hogy ha van egy vágyad, és mondjuk most gondolja a legnagyobb álmodra, amit szeretnél, ez lehet egy utazás, lehet az, hogy karriert váltasz, lehet az, hogy belefogsz egy vállalkozásba, mi az, ami visszafog téged? Mi az az a gondolat a fejedben, ami visszafog abban, hogy megtedd az akár az első lépést? Ezt tedd fel magadnak ezt a kérdést, és így írjad le. Már ez az első lépés annak, hogy nagyon sokszor a fejünkben, amikor gondolkozunk, akkor katasztrofálisan gondoljuk a következményét egy dolognak. Aha. Nem tudom, te hogy vagy vele, de hogy csomószor van az emberben, hogy van egy gondolat benne, amit így ami úgy érzi, hogy így korlátoz, hogy nem vagyok elég jó például, vagy erre nem vagyok képes, vagy ez lehetetlen, vagy ez lehet, hogy másnak sikerült, de nekem nem sikerülhet, pedig még meg sem próbáltam. Vagy itt van a tökéletesség, amit ugye beszélgettünk is, most ugye a gyorsaság felülírja a tökéletlen, vagy ha lehet, hát létezik olyan tökéletes. Igen, ezt lemondhattuk volna ezt a mai napot például, nem mondjuk le. Nem, mert hogy szerintem pont ez szerintem az életnek a szépsége az, hogy természetesek vagyunk, és hogy elfogadjuk azt, hogy most melyik virág tökéletes. Nem tudjuk megmondani, hogy melyik virág tökéletes. Mert mi a kicsit ezt egyiket így kifejtem. Igen. Vagy a mások, mi fognak mások gondolni. És ez a legerősebb talán. És például most, hogyha úgy állunk neki a videónak, hogy most azon gondolkozom, hogy most ti mit fogtok gondolni, vagy most nem tudom, melyik kamerában nézzek. Mindegyikben nézzetek. Akkor nyilván az egy ilyen feszültebb lenne, nem lenne ez a könnyen légkör, mert akkor nem önmagunkat fejeznénk ki, hanem hogy valakit leszeretnénk nyűgözni. Nyilván szeretnénk értéket teremteni ebben a videóban, de most az a hozzáállásunk, hogy a mi legjobb módunkon, ahogy most itt vagyunk, abból kihozzuk a legtöbbet. Volt egy nagyon jó megközelítés. Egyik közös kedvenc marketingesünk mondta azt, hogy egyik oldalról baromira érdekli, hogy mit gondolnak mások, máskodon meg teljesen lesz szarja, hogy mit gondolnak mások, és hogy ez a kettősség, ez ugye annyit jelentett nála is, hogy tolja a tartalmat, tehát ugye negatív, cinikus, olyan kommentekkel nem foglalkozik, ami nem épít hozzá. Viszont nagyon érdekli, hogy mit gondolnak mások, mert nyilván folyamatosan kér és kap visszajelzést, és azt visszaépíti a tevékenységébe, de hogy
főleg a negatív emberek véleménye nem gátolja őt attól, hogy alkosson. És szerintem ez a kettőség, ez egy nagyon erős. Ez szerintem ez egy hívhatjuk paradoxnak is, de alapvetően meg egy nagyon jó hozzáállás, mert valójában a témák a visszajelzésekből fognak jönni. Tehát, hogy te is ugye kiteszed a tartalmat, vagy hogy én is kiteszem, kapok folyamatosan vissza, hogy milyen téma érdekli őket. Igen. És azzal tudsz fejlődni te is. Pontosan, és hogy visszatérve ezekre a korlátokra, akkor néhányan szerintem kicsit fejtsünk ki, szerintem az értékes lenne, hogy melyikkel kezdjük? Másodon, vagy a mit gondolnak mások? Mit gondolnak mások? Meg a tökéletesség, szerintem a kettő. Jó, mert ez a kettő egyiket összeesfügg. Akkor én a tökéletességgel törekvéssel kezdeném, hogy mit jelent a első és legfontosabb kérdés az, hogy mit jelent a tökéletes? Szerinted mit jelent a tökéletes? Hát ez egy jó kérdés. Szerintem az a baj ezzel, hogy ugye mindig valakihez hasonlítod magad. És te, ami neked tetszik, vagy amit te annak tartasz, ahhoz hasonlítod magad, és ahhoz próbálsz igazodni, és nem saját magad lenni. Tehát szerintem ebben ez a probléma. Igen. Pont az, hogy van egy elképzelt képünk, hogy ennek hogyan kéne kilézni, amit hogyha most mindenki... Amit összeraktál valami tapasztalásodból, igen. Vagy nem is biztos, hogy te tapasztalás, hát igen, vagyis a te tapasztalás, hogyha látsz egy képet, de mondjuk itt is csomó kép van fölakasztva, most melyik tökéletesebb, ez vagy az? Tehát, hogy mindenkinek van egy ízlésvilága, és szerintem azt érdemes elfogadni, hogy miért akarsz tökéletes lenni, ez még egy jó kérdés. Igen. Mert meg akarsz felelni másoknak. Pontosan, meg akarsz másoknak felelni. Vagy úgy gondolod, hogy ezzel szerzel ügyfelet például. Tehát, vagy ezzel szerzel pénzt, vagy ezzel valamit hozzá csatolsz. Hát vagy félsz, hogy elvesztesz valamit, ha nem pontosan, vagy az meg a pontosan. Másik. Tehát, hogyha félsz attól, hogy más, hogy mit fognak rólad gondolni, és te ezt csak gondolod azt, hogy rólad mit fognak gondolni, és ez a legcsúnyább, ez a kettős tagadás, hogy mi az, amit gondolni? Mi az, amit te gondolsz arról, hogy mások gondolnak rólad? Tehát ez már. Mert nem tényszerű. És én biztos, hogy benne, hogy jó páratok nagyon reális gondolkozású. És ha belegondolsz, hogy mik a tények? Most például most mond, ki a kedvenc mondjuk ilyen mondjuk YouTube sztárod vagy vállalkozó sztárod hívjuk úgy neked mondjuk. Hát most mit tudom, nézzük a Gary V-t, a Casey Neistat, Peter McKinnon egy új kanadai srác videózásban. És melyik tökéletes? Egyik sem. Sőt. És az a legdurvább, amikor ugyanúgy a kis pizsamába beül a kamera elé, mert azt mondja, hogy éppen hulla készen van és dögrobásom van, de akkor is megcsinálja. Igen. És mert ettől lesz emberi. Pontosan. És hogy sokszor, ha megnézzünk, én elég sok travel bloggert követek, és sokszor nekem az az érzésem, hogy túl tökéletesek a képek. Igen. És nem az a... gyönyörűek a képek, tényleg gyönyörűen meg vannak csinálva, meg minden, meg élvezem is őket, csak van benne... Elrugaszkodott a valóságtól. Picit, aha. Igen, sokszor azt érzem, hogy pici lenne benne egy ilyen fajta, egy ilyen természetes, hogy nem tökéletes a kép, hanem csak úgy megragadja a pillanatot. Vagy egy természetes bakik. De egy természetes bakik, azok szerintem annyira jól ki tudnak törni ebből az egészből. És persze most a világ... És beszélnénk nyilván social médiáról is, hogy az eléggé torzítja. Az biztos. És ez szerintem nagyon fontos az, hogy az ember autentikus legyen, és szerintem a tökéletesre a törökvés, hiszen ezzel elég jól meg lehet törni. Hogy azt érdemes végig gondolni, hogy esetleg ez a félelmet, hogy mi az a te igazi eszenciád, vagy mi az igazi erőd, vagy mi az igazi, mondjuk úgy, hogy tulajdonságod, amit egyébként lehet, hogy elrejtesz máskor, mert úgy érzed, hogy ciki. Aha. De egyébként lehet, hogy pont ez az, amiért neked az a te savaborsod, az a te fűszered, a te paprikád, vagy csilid, vagy bármi más. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ezért én sokat gondolkoztam az enyémmi. Az enyém az valami olyasmi, ami ilyen... Jaj, erről kicsit viszont beszéljünk már, mert ezt akartam is kérdezni, hogy te miért kezdtél le tartalmat csinálni? Oké. Okay. Mit tapasztaltál belőle, milyen visszajelzéseket kaptál, mi volt neked a félelmed vele, miért csinálod? Szerintem ez egy annyira-annyira jó téma még, mert figyelem én is, és tényleg nagyon, nagyon autentikus, meg őszinte ezek a videók. Visszaemlékszem, még tavaly februárban kezdtem először videoblogolni. Én meg áprilisban. Te meg ez áprilisban. Is majdnem szinkronban vagyunk. És én azért kezdtem el videoblogolni, mert hogy ez régóta bennem volt egy ilyen vágy, hogy szeretném megosztani a saját belső utazásom. Nem is azért, hogy most osszam az észt, mert nem az a célom vele, hanem inkább az, hogy dokumentáljam az életemet, és hogy olyan témákat feszegessek, ami egy engem izgat, esetleg másoknak is izgalmas lehet. Ugyanezt, tehát látom megint. És visszaemlékszem az első videómra, azt egyébként azért érdemes megnézni, mert hogy ha azt mondom, hogy tökéletlen videó, na az tökéletlen videó volt, háttérben egy ilyen függöny, ami kicsit gányul nézett ki, akkor ott volt a
a kamera, nyilván nem a kamerában néztem, hanem a képernyőn néztem, igen. És akkor picit a szemem az picit másképp nézett ki. És viszont a tartalom az arról szólt, hogy ezt a projektet már 3 évvel akartam kezdeni. Baszik, te is hát, tudom, ezt nem beszéltünk össze, de nekem ugyanez az legelső. Hogy 3 éve basszus, ezt el akartam kezdeni, és nem kezdtem el. És viszont a tényleg őszintén felváltam, hogy nagyon félek ettől. Aha. Félek arról, hogy mit fognak mások gondolni, félek attól, hogy mi lesz ebből az egészből, nem tudom, hogy mi fog ebből kisülni, fogalmam nincsen. És a motivációm az volt, hogy megosszam magamat a világgal, és hogy kifejezzem önmagamat. Mm. És hogy ez lehet, hogy valakinek fog tetszni, lehet, hogy valakinek nem, de ez teljesen rendben van, ezt nem akarom kontrollálni. Meg ez mindenre igaz, és hogy tök ez a beszélgetés, mert tök ilyen inspirált állapotba kerültem, hogy beszélgetünk erről. Meg Már megérte, köszönöm a lehetőséget, hogy és visszaemlékszem, hogy annyi pozitív komment jött, de valami, azt mondom, a nézettsége angolul, magyarul ilyen 5-10 ezer között volt, az első videó Facebookon, nyilván más volt még az algoritmus, több emberhez eljutott, de ott volt a másik is, hogy angolul is igazából megnéztek jó pár ezren, hogy annyi view volt Facebookon, tehát az nem a nézettséget jelenti, de nem is ez a lény, nem is a számok, nem is érdekeltek a számok, hanem az érdekelt inkább, hogy valami tényleg olyan értéket adjak, ami belőlem fakad, mindenfajta korlát nélkül. És még a tapasztalatok azóta, így másfél év távlatában? Azt, hogy ez egy, azt mondom, hogy nem könnyű, feltétlenül nem könnyű, mert azért oda kell menned, meg kell csinálnod. Picit végig kell gondolnod azt, hogy mit szeretnél átadni, hogy ne csak úgy random legyen. Egy pici legyen az, hogy én azt szoktam végig gondolni, hogy mi az üzenetem, mi szeretnék ebből átadni, mi az, ami bennem zajlik. Kettő. Hogyan tudom ezt úgy egy ilyen pöpec formában, ami könnyen felfogható, hanem könnyen feldolgozható, megérthető az emberek számára, a célközönségemnek. Három. Hogyan tudnám őket inspirálni, vagy mi az a végén, mi az a főüzenetre felfűzött cselekvés, amit ők meg tudnak csinálni, mert én abban mi hiszem. Mi a hozzáadott érték, vagy ilyen? Mit tudsz átadni? Igen, de én azt szeretném, hogy ez nem csak egy információ legyen, hanem ez valamennyire transformálja is az embereket. Inspiráció. Nekem az a vágyam, hogy olyan tartalmakat gyártsak, amit az ember vagy végigolvas, vagy megnézi a videót, és egyből átkattan neki valami, hogy basszus, tényleg, ez tök igaz. Vagy tud mi az érdekes? Hallottam most nemrég egy jó csoportosítást, hogy a tartalom fogyasztásról mi a motiváció, hogy vagy szórakoztatást keresnek az emberek, vagy szórakozást, vagy információt, konkrétan hogyan készítsd el, hogy jár a metró, stb. Vagy inspirációt. És hogy ezt a hármat minél jobban tudod kombinálni, így annál jobban annál jobb. Tudod érni a hatást. És ez tényleg is így van. És hogy én a negyedikre azt tenném ezt a fajta, tehát az információból bőven van a világban. Tehát most itt van nálunk egy könyv. Reklámhelye. De itt van egy könyv, tehát tessék, ebben nagyon sok minden érdekesség van a Superfoodról, David Wolfe meg egy zseniális figura. Aha. Fantasztikusak a tartalmai, meg ő ezekkel a nyers táplálkozással foglalkozik. Ez így tök jó. Na most nem az a kérdés, hogy ez most létezik ez az információ, vagy nem, hanem hogy te ezt most beépíted, vagy igen, sem. Igen. Tehát, hogy még a videó előtt ugye arról beszéltem, Zoli, hogy az ingyenes tartalmak versus fizetős tartalmak. Aha. És hogy van sok ember, aki ingyen osztja meg a tartalmat, mondjuk Gary Vee, és vannak azok, akik viszont ugye fizetős tartalmakat állítanak elő, vagy ugye a kettőnek a kombinációja. De most az izgalmas szerintem itt az, és erről beszéltünk előtte is, hogy na most melyik a jobb? És te is elmondhatod, mert tök jól megfogalmaztad, amit akartál mondani ezzel kapcsolatban, hogy a fizetős tartalmak miért lehetnek jobbak, mint hát mert sokszor az ingyenes nem veszi komolyan, tehát ha ingyen, akkor pont annyira értékelik az emberek, és mondom, az egyik ügyfelem mondta azt, hogy csinálnak rendezvényeket, és akkor mit tudom, hogy 1000 ember regisztrálnak, és akkor végén elmegy 200, mert ingyenes, mert nem érzi az értékét. Pontosan. A másik, a megkockáztatod az, hogy igen, lehet, hogy nem fogsz eladni, mert meg tudod megtölteni minden helyet. Most nekem a jövő heti rendezvényem az pont ilyen, most 15% körül járunk mondjuk az eladás, de van még egy hét, tehát igazából nem aggódok. Most indult a promó. De pontosan az, hogy tehettem volna, hogy ingyenes, és mondjuk rászállom azt a X összeget, és azt mondom, hogy bevállom, csak legyen tele, de az még egyáltalán nem garancia, hogyha 100-an azt mondják, hogy igen, szerintem a fel nem lesz ott. Mert pont ennyire veszik komolyan az ingyenes dolgokat. És itt készül 4 ember, 5 ember, a szponzor, a mozi, a mit tudom én, tehát hogy igen, ennek van egy értéke. És hogy ezt felejtjük el sohoz, hogy mennyi értéke van, és egyébként... És mit fogsz kapni egy mozi egy áraért mondjuk pontosan, utána? Pontosan, és még azt mondom, hogy
hogy ezzel teszel a legnagyobb szívességet azoknak az embereknek, akik fizetnek, mert egy komolyan fogják venni, jobban fognak odafigyelni rá, lehet, hogy fognak még jegyzetelni. Meg én is rájuk. Meg te is jobban fogsz rájuk figyelni, mert te is azt érzed, hogy az érzed. Ezért adnom kell, így van. És azért a szívedet, lelkedet ki fogod tenni. Nem mondom, hogy előtte nem úgy tennéd ki, de hogyha van egy olyan tétje, hogy ezek az emberek azért jöttek, idejüket, energiájukat és pénzüket is beletették, akkor itt teljesíteni fogsz. Ez egy csoportom, ez egy nagyon jó példa volt még. Na igen, és a csoportos, hogy én is, nekem is van egy ingyenes csoportom, az exponenciális életstílus, ami igazából arról szól, hogy exponenciális, tehát az, hogy folyamatosan egy olyan életet létrehozni, egy olyan életstílust létrehozni, amiben folyamatosan fejlődünk, produktívak vagyunk, de alapvetően meg élvezzük is az egész életet, amit összerakunk magunknak, hogyan valósítjuk meg a céljainkat, a vágyainkat, és hogy ezzel kapcsolatban minden héten van egy Facebook live, ahol különböző témákat feszegettünk, most a félelmekről volt szó, amik így, mik azok, amik igazán korlátoznak minket, ezeket hogyan lehet túllépni, és arra gondolkoztam, hogy valójában persze sok ember megjelenik, megnézik is, meg a féltársaság nézi, de hogy lehet, hogy az a jó megoldás, hogyha létrehozok egy olyan csoportot, egy olyan fizetős membership csoportot, ahol az emberek egy pár hónapra elkötelezik magukat, hogy beletesznek időt, energiát a saját maguk fejlődésébe. És hogy biztos vagyok benne, ha az ember így áll hozzá, egy sokkal többet fog cselekedni, megfelelő módon fog cselekedni, hajlandó túllépni a kényelmességén, és végre valahára elkezd valami olyasmit tenni, ami eddig esetleg korlátozta volna, vagy eddig esetleg nem mert ezek a dolgokat szemmel, és nem merte megtenni azokat az első lépéseket. Zárásképpen nézzük meg még egy témát. Van egy közös ismerősünk, az Orajos Nóri, ő biztos büszke lesz ránk, mert az ő egyik kedvenc témája, hogy számok, tehát mennyiségi követők versus minőségi követők. Igen. Hogy látod ezt most? Én azt gondolom, hogy a kettő között van az igazság. Mert a Nórinak ugye ez egyik fő üzenete, hogy tényleg a mikroközösség és az elköteleződésnek a mértéke sokkal jobban számít, mint az, hogy hányan követnek, és sokan belefutnak ebbe a hibába. Így van, tehát hogy szerintem ez a mennyiség nem írja föl a minőséget, de szerintem ez semmiben sem igaz. Tehát, hogy nagyon buta példa az, de most van 1000 Trabantod, vagy van egy Teslád mondjuk, az elég egyértelmű. Vagy van egy nagyon-nagyon jó fizető ügyfeled, vagy van 1000 nem jó fizető ügyfeled. Tehát most össze lehet is hasonlítani. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy legyen az embernek egy szűk mag, aki tényleg egy közösség, kvázi egy család. Igen. Na most a család az lehet 150 főtől 500 főig, teljesen jó, de látok olyan csoportokat, ahol több ezer ez a szám. A lényeg igazából szerintem az, hogy, és ebben én nem vagyok most olyan szempont szakértő, csak a saját álláspontomat mondom el, mert nyilván Nóri ebben sokkal nagyobb szakértő. Én azt látom, hogy az embernek van egy szűk magja, arra nagyon jól tud a kezdetben építeni, viszont ez folyamatosan érdemes, ezt folyamatosan tágítani ezt a kört. Mert ha minél több fajta ember van az adott csoportodban, minél több fajta ember van a környezetedben, a kicsi közösségben, ahol itt elindulsz, akkor annál többet tudsz tapasztalni, és annál több értéket is tudsz adni. És szerintem a felelősség az, hogy a tartalmaink, az információink a lehető legtöbb emberhez el tudjanak jutni. És ehhez viszont szükséges az, hogy minél nagyobb legyen a táborod. Tehát én azt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy... Az optimális. Optimális, igen. Tehát az, hogy legyen egy szűk, de erős, elkötelezett réteg, aki szintén hasonló emberekkel van kapcsolatban, tehát kitágul a networköt, és erre építve viszont te tudsz szépen növekedni. És szerintem ez a fontos, hogy ha tényleg nagyon jó, és tényleg azt mondom, hogy world class a tartalmad, akkor ez jusson el minél több emberhez, még hogyha pénzt is költesz marketingre, minden egyébre. Ez egy nagyon jó zárszó, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Szépen. Nagyon sok sikert neked, és örülök, hogy jött szépen a beszélgetés. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Elérhetőségét betesszük a videó alá, fölé, mellé, valahova. Sziasztok. Hello, sziasztok.